Nagy levelű hárs és korai juhar. Csak néhány azon fafajták közül, amelyet a napokban ültettek el a nyíregyházi északi temetőben. 71 darab facsemete és 80 cserje került ide, 24 fa pedig a borbányai és nagyszállási sírkertben kapott helyet. A zöldítés folyamatos. A temető is bővül is egyrészt, tehát terjeszkedik. Másrészt van, amikor olyan idős fákat, akik sérül, ki kell vágni, ahelyett azonnal ültetünk. És hát mindenki elmondja, aki ide jön, hogy milyen szép a temető, milyen szépen van gondozva, rendbe tartva. Ezt szeretnénk a továbbba is ezen a szinten biztosítani. De nem csak fákkal gazdagodik a temető. Tavaly már felújították a Korányi úti bejáratot, kiszélesítették az utat az autósoknak, és biztonságosabb lett a közlekedés a gyalogosok számára is. Már akkor tervben volt, hogy hasonló módon felújítják a Pazonyi úti bejáratot. A munkálatok pedig már el is kezdődtek. Elkülönül a két forgalmi sáv és egy másfél méteres gyalogos sáv is helyet kap. Kialakítanak egy beléptető rendszert, amely kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a ki- és behajtást. A bejárat mellett egy illemhely kerül elhelyezésre, egy női férfi, illetve egy mozgássérült résszel, ezáltal is növelve a lakosság komfortérzetét. A belső beruházások mellett a külső tér is megújul, a kerékpárút nyomvonala áthelyezésre kerül, az eddigi balesetveszélyes nyomvonal kijebb kerül egy kb. 2 méterrel, így a kerékpárosok és a kihajtó gépjármű forgalom biztonságosan tud közlekedni. De nem csak az északi temetőben lesznek fejlesztések, hanem a Nyíregyháza önkormányzatához tartozó peremkerületi temetőkben is. Kamerarendszert építenek ki az Orosi és a Borbányai temetőben, utóbbiba napelemes térvilágítást is telepítenek, akár csak a nagyszállási és nyírszőlősi sírkertbe. Itt a Pazonyi úti bejáratunk fejlesztésére a Nyíregyháza megyei önkormányzat biztosított 28 millió fejlesztési forrást, amelyet igyekszünk optimálisan felhasználni. A korábbi a napelemes térvilágítás tekintetében a legutolsó telepítésünk a Sósvölgyi temetőbe volt, ott 12 darab napelemes egységet helyeztünk el a ravatolozó, illetve a bejárat közti területen, de a Orosi református temetőben is 8 egységet helyeztünk el. Elég nagy fényt ad, tehát nem azt jelenti, hogy nappali világosságot tud nyújtani, de fokozza a lakosság közbiztonságérzetét és a komfortérzetét. Már 3. éve üzemel, megbízhatóan, tehát mozgásérzékelős lámpákról beszélünk, amikor a lakosok arra közlekednek, akkor nagyobb fénnyel, alapvetően egy 20%-os teljesítménnyel működik. A kivitelezési munkálatok idején átmeneti forgalomkorlátozások és lezárások lehetnek, ezért kérik az autósok és gyalogosok türelmét.